A mai videóban úgy döntöttem, hogy egy kicsit nem az egyetemi dolgokról fogok beszélni, hanem hogy legyen egy kis változatosság. Ma egy sztorit szeretnék elmesélni nektek, ami velem történt körülbelül 3 éve. Úgy gondolom, hogy ebből a sztoriból nagyon sok mindent lehet tanulni, ezért úgy döntöttem, hogy ma ilyen kis storytime-os videót fogok csinálni, úgyhogy remélem, hogy tanultok belőle valamit, illetve le tudtok vonni egy-két következtetést, úgyhogy kezdjük is el! Ez a sztori arról fog szólni, hogy amikor én 18 éves voltam, hogyan szereztem meg a jogosítványomat úgy, hogy elsőre átmentem a vizsgán, anélkül, hogy bármit is fizettem volna. Majd mindjárt bevezetlek titeket, aki esetleg erről nem tudna. Szóval az a lényeg, hogy 18 éves voltam, és igazából semmi szükségem nem volt a jogosítványra. Oké. Mivel ide jártam a városon belül iskolába, utána meg úgy voltam vele, hogy ha felvesznek Pesten egyetemre, akkor tömegközlekedéssel ugyanúgy be tudok menni. Tehát a jogosítványnak nálam nem volt olyan nagy szerepe, hogy úristen, muszáj, mert egyből kocsit kapok, viszont úgy voltam vele, hogy nem rossz, hogyha van. Ezért úgy döntöttem, hogy akkor 2019 nyarán elkezdem a CRESZ-t. Ugye a jogosítvány 3 részből áll. Az első a CRESZ, ami az elméleti vizsga. Tehát ott megtanulod, hogy mikor kinek van elsőbsége, hogyan tudsz menni, stb. A második része ugye az elsősegély nyújtó vizsga, aminek az a lényege, hogy megtanulod, hogyha mondjuk te mész és balesetet látsz, akkor hogyan kell újraéleszteni, hogyan kell a kocsiból kiemelni az embereket helyesen. És a harmadik vizsga pedig ugye maga, amikor megtanulsz vezetni egy autón. Tehát nyáron kezdtem el a CRESZ-t, akkor nem volt annyira probléma az, hogy most én ezt elkezdjem, mivel tanulni amúgy is szerettem. Meg érdekes volt nekem. Én online csináltam, tehát ez az otthon maradok és tanulok téma nekem teljesen feküdt. Élveztem is, viszonylag hamar megcsináltam, és egy elég jó vizsgával zártam augusztusban az elméleti tanfolyamot. A második része volt az elsősegély, ami megint olyan volt, hogy én tökre élveztem, mivel nem tudom, érdekelt az, hogy most hogy kell az embereket újraéleszteni, illetve tök fun volt maga a gyakorlati óra is. Tehát úgy voltam vele, hogy ez is tökre érdekes, ettől se féltem annyira. És ugye aztán szeptemberben kezdtem el magát a vezetést egy oktatónál, aki amúgy a mai napig is az egyik kedvenc oktatóm volt, nagyon aranyos volt. Az autója kicsit furcsa volt, mert anyáik nekem mindig azt mondták, hogy minél nagyobb autón tanulsz meg vezetni, annál egyszerűbb lesz utána bármelyik másik autóval menni, illetve azt mondták, hogy minél régebbi az autó, annál könnyebb lesz majd az újakat vezetni. Ezért egy elég régi autón vezettem, ami viszonylag nagy volt, tehát a parkolással meggyűlt a bajom. A parkolás egyébként a mai napig sem 100%-os, pedig már 3 éve vezetek, de mindegy, ez egy másik sztori. Úgyhogy miután meglett az oktatóm az autóval együtt, mert ugye ezt azért sok idő kiválasztani, mivel 30 órát kell minimum levezetned, és azt hiszem 500 kilométert összesen, tehát azért nem mindegy, hogy milyen az oktatód, illetve milyen autón gyakorolsz, hiszen elég sok időt fogsz vele tölteni. Úgyhogy szeptemberben el is kezdtem ezt a vezetéses sztorit, ami az elején nagyon jól indult, mivel akkor még csak azt gyakoroltuk, hogy hogyan kell elindulni, hogyan kell megállni. Ugye ezt itt a Tesco parkolóba eljátszogattunk vele. Aztán amikor 3.-4. órán már ki is vittek a forgalomba, ott már egy kicsit megijedtem, és itt jönne be a videónak az érdekes része, mivel ugye miért is ijedtem meg? Hiszen 18 éves voltam, viszonylag fiatal, és lány. És bárkinek elmondtam azt, hogy jogosítvány, mindenki egyből, úristen, lányként soha nem fogsz tudni megtanulni vezetni, lányként minek jogosítvány, majd a barátod fog vezetni, vagy a másik fele, 18 évesen minek jogosítvány, hova vagy ilyen nagy képű, stb. Stb. És akkor jött az, hogy konkrétan a családomon kívül senki nem hitt abban, hogy nekem ez majd sikerülhet. Viszont az oktató nagyon aranyos volt, és ő mondta, hogy csináljuk, 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 menjünk, menjünk. És akkor elindult ez a vezetéses hullámvasút, ami azt jelentette, hogy az egyik órán szuperül ment, egyszer se fulladtam le, a másik órán pedig konkrétan elindulni nem tudtunk, mivel folyamatosan lefulladtam, folyamatosan pánikoltam, tehát ez egy ilyen nagyon durva hullámvasút volt. Én nagyon sokszor úgy jöttem haza, hogy én ezt nem akarom tovább csinálni, a többi embernek igaza van, nekem nem kell jogosítvány, minek akarok, meg lányként úgyse fog menni, mert nem értek az autóhoz, holott
egyszer ment, egyszer nem. És amikor úgy mentem haza, hogy ment, akkor meg úgy voltam vele, hogy anya, ezentúl mindenhova én foglak téged vinni, mert olyan jól ment, egyszer se fulladtunk le, nem kellett az oktatónak belenyúlnia. Tehát eléggé szélsőséges volt, mint minden más az életben. Viszont a szélsőségekhez nagyon sokszor hozzájárult az, hogy külső emberek mit mondtak, és ők hogyan álltak hozzá ahhoz, hogy nekem most legyen jogosítványom, vagy ne legyen. Aztán decemberben elérkeztünk a vizsganapjához, amikor is közölte az oktatóm, hogy egyetlen egy vizsgaidőpont maradt decemberbe, ráadásul ez december legelején volt, mert azt hiszem december 8-a vagy 9-e volt. Mondta, hogy ha nem megyek át, akkor legközelebb január végén van szabad időpont, addig vezetni se vezethetek. És ettől én nagyon bepánikoltam, mivel úgy voltam vele, hogy ha 2 hónap kimarad, nekem végem. Hiszen ennek pont az a lényege, hogy te hetente mondjuk 2-szer eljársz folyamatosan vezetni, hogy ne esd ki a rutinból, hiszen nyilván először rutint kell szerezzél, különben nem fogsz tudni vizsgán átmenni, és utána elmenni A pontból a B-be. Úgyhogy ez egy kicsi stresszt rakott rám, mivel tudtam, hogy vagy most átmegyek, és akkor letudom az egész hazacárét 2019-ben, vagy vihetem tovább ezt az egészet január végéig, ahol előtte majd el kell mennem megint vezetni, az megint plusz anyagi lesz, tehát úgy voltam, hogy vagy most átmegyek, vagy soha. És akkor természetesen minden gyerek rémálma következett, amikor is pedig a vizsga előtti órákon egyáltalán nem ment a vezetés. And I'm not gonna let anyone get in my way. I'm a failure. Tehát ez az elindulni nem tudtunk, és akkor mondta az oktató, hogy Dorka, te egyetlen egy esetben fogsz megbukni, nem azért, mert nem tudsz vezetni, hanem azért, mert nem hiszed el, hogy tudsz vezetni. És ebben teljesen igaza volt, és ez lenne az egyik tékövéje ennek az egész videónak, hogy nagyon sok ember azért nem tud valamit megcsinálni, mert nem hiszik el magukról. Mert hogyha te elhiszel valamit, akkor már 50%-ban megcsináltad azt a dolgot, még akkor is, hogyha nem kezdtél el semmit csinálni vele. És ez a legrosszabb, amikor azt látom, hogy más ember azért nem mer valamit csinálni, mert úristen, mindenki azt mondta, hogy én ezt ne csináljam, illetve azt mondják, hogy ők ezt nem hiszik el, mert én is mondhattam volna azt, hogy nem hiszem el, hogy én meg tudom csinálni, mivel lány vagyok, és 18 éves. Hol van 18 éves lánynak jogosítványa? Good question! Viszont elhittem magamról, és meg tudtam csinálni. És hiába voltak a vizsga előtti napok borzalmasak, mert nem ettem, nem aludtam. Előtte volt nekünk a szalagavató, ahol meg ugye volt after, és azt mondta az oktató, hogy elmehetsz afterra, hogyha normálisan iszol, és nem fogsz másnaposan eljönni hétfőn vezetni. Úgyhogy nagyon sok minden volt a vizsga előtti napokban, ami rátett még plusz lapáttal erre az alapból meglévő stresszre, hogy akkor én most vagy átmegyek, vagy soha többet, mert én januárban nem fog tudni elmenni úgy vizsgázni, hogy előtte kimaradt 2 hónap. Úgyhogy a vizsga előtti napok nagyon-nagyon stresszesek voltak. Minden egyes helyről kaptam azt, hogy úgyse fog sikerülni, fizessél az oktatónak, viszont akkor már az oktató azt mondta, hogy náluk nem szabad fizetni, mert ugye ez nekik is illegális, és hogyha lebuknak, akkor nem csak engem büntetnek meg, hanem őket is, és ők ezt a kockázatot nem vállalják. Tehát ha akartam volna, se tudtam volna fizetni, és ez is egy olyan dolog volt, hogy oké, utolsó pillanatban még egy 10-est oda csúsztatok az oktatónak, nem lehetett, nem megengedett, és ő nem fogadta el a pénzt. Úgyhogy nagyon-nagyon sok stressz volt, de a legfőképpen az volt, hogy nem hittem el, hogy meg tudom csinálni, mivel mindenki azt mondta nekem, úgyse fog sikerülni, minek csinálod, csak meg fogsz bukni, és nem tudom, elvesztesz 500 000 forintot, és ez így felgyülemlett bennem. Majd a vizsga napján odaültem az autóba, és mondtam az oktatónak, hogy hát akkor kezdjük el. És elkezdtük, és sikerült. És visszavezettem a vizsgabázisra. És a vizsgabiztos is megdicsért, az oktató is megdicsért, bár a legborzalmasabb parkolást húztam ki, mert a hátrafele párhuzamosat húztam, ami a mai napig borzalmasan megy. De mivel volt egy lehetőségem javítani, és ugye mindenkinek van egy lehetősége korrigálni a parkolását, ezért szerencsére sikerült. Viszont akkor lenne pár tanulság így a végére, amit elmondanék. Az első az az, hogy tök mindegy, mit akarsz csinálni az életben, mindig lesznek olyan emberek, akik hátráltatni fognak téged. Akik utálni fognak téged, akik azt fogják mondani, hogy minek csinálod, béna vagy, nem fog sikerülni. Ezek az emberek nem azért utálnak téged, mert szarul csinálsz valamit,
hanem azért, mert féltékenyek arra, hogy te valamit megmersz tenni, amit ők mondjuk nem. A második az, hogy ez a te életed. És a te életedben mindig csak azt fogod megbánni, amit nem teszel meg. Ha most visszanézel az elmúlt 5 évre, melyik dolgokat bánod meg? Azokat, amiket megtettél, és mondjuk tanultál belőle, vagy nyertél belőlük, vagy azokat a dolgokat, amiket esetleg nem tetted meg, és megbánod, hogy mi lett volna, ha megteszem. Ezért én azt mondom, hogy mivel utálóid úgy is mindig lesznek, olyan emberek, akik keresztbe akarnak tenni neked, úgy is mindig lesznek, akkor már nem mindegy, hogy megcsinálod azt a dolgot, vagy nem. Mert ha megcsinálod, azért fognak utálni. Ha nem csinálod meg, azért fognak utálni. És mivel a te életedről van szó, te vagy az ura, te döntöd el, hogy a döntéseidnek a következményeivel képes vagy-e együtt élni. Ha képes vagy együtt élni azzal, hogy mondjuk nem sikerül a vizsga és mindenki utálni fog, akkor mi van? Tehát kit érdekel, hogy más mit gondol, kit érdekel, hogy mások utálnak téged, amikor az egyetlen egy dolog, ami számít, az az, hogy te itt belül azt mondod, hogy megpróbáltad és megcsináltad. És hogyha mindig abba hagyod, mert nem megy, akkor soha nem fogsz fejlődni, hiszen gyakorlat teszi a mestert. Nem azért tud jól vezetni az apukád vagy anyukád, mert úgy születtek és beültik az autóba és bum, egyből tudtak vezetni, hanem azért tudnak jól vezetni, mert gyakoroltak, tapasztalat van mögöttük. És nem 2-3 év tapasztalat, hanem 20-30, és ezért tudnak ők jól vezetni, nem azért, mert így születtek. És te is ugyanitt leszel, ugyanerre a helyre el fogsz kerülni, de ahhoz az kell, hogy ne hagyd, hogy más befolyásolja azt, ahogyan te élsz, mivel ez a te életed, és csak te tudod azt, hogy neked mi a jó, csak te tudod, hogy itt belül téged mit tesz boldoggá, és csak te fogod tudni eldönteni azt, hogy ezt a döntést érdemes-e megtenni, vagy nem. És az, hogy más mit gondol rólad, soha nem szabad, hogy befolyásoljon, mivel utálóid mindig lesznek, olyan emberek, akik a hátad mögött kibeszélnek, mindig lesznek, olyan sosincs, hogy mindenki szeret téged, és mindenki boldog azzal a döntéssel, amit hozol, viszont nem azt fogod megbánni, amit megteszel, hanem azt fogod megbánni, amit soha nem teszel meg, mivel mindig ott lesz benned, hogy mi lett volna, ha én ezt megteszem. Úgyhogy ennyi is lett volna már a srácok, ez a 10-12 perces motivációadás. Remélem, hogy sikerült egy kis önbizalmat szereznetek ebből a videóból, és rájönnötök arra, hogy más ember nem fog titeket befolyásolni, más ember nem fogja nektek megmondani, hogy mit kellene csinálni jól, és mit nem kellene csinálni jól. Úgyhogy remélem, hogy tetszett ez a videó, ne felejtsetek el lájkolni, és feliratkozni a csatornámra, ha nem akartok lemaradni a heti 10-15 perces önbizalomnövelésről. Találkozunk a következő videóban. Én ma is Dorka voltam. Sziasztok!